Torontálvásárhelyen a fennállásának 15. évét ünneplő Magyar Művelődési Művészeti Központ szervezésében telepes őseink emlékére augusztus 27-én 20 órai kezdettel bemutatásra került Mérges Eszter magyar nóta szövegíró szerzői estje. A nóta estnek a helyi művelődési otthon nagy terme adott otthont. Szabó Dékány Zsófia vezette az ünnepi műsort. A nótaesten Kovács Ferenc zeneszerző külön köszöntötte a megjelenteket, beszédében felidézte az együttműködés kezdeteit, a több mint két évtizedes sikeres munkájukat. A magyar nótákat ismert nótaénekeseink adták elő. Mezei Mónika, Szúnyog Tibor, Bíró Ferenc, Morvai Melinda, Kotroba Júlia, Szabó Dékány Zsófia, Bakator Júlia. Dékány Imre aranyminősítésben kitüntetett Prémás és a Víve zenekara kíséretében csendültek fel a magyar nóták. Mérges Eszter elérzékenyülten mondta el, hogy igazán nagy öröm ez a nótaest számára. Az érzések, amik most fölül kerekedtek, hát szótlanul hagytak, úgyhogy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy ilyen bizonyos megelégedés élt bennem, vagy él bennem, valami, olyan valami, amit sok éven keresztül gyűjtöttem magamba, és most már annyira laporodott, hogy bátran neki mertem állni egy ilyen önálló estének. Viszont tudjuk, hogy ez létezhetetlen a énekesek és zenekarok zenekar nélkül, azonban egyhangulag mindenki vállalta a föllépést, és én ezért nagyon hálás vagyok nekik, köszönöm, és nagyon nagy megelégedéssel könyvellem el magamba ezt a szép estét. Mérges Eszter a Magyar Művelődési és Művészeti Központ alapító tagja, gyökerek hagyományápoló szakkörének művészeti vezetője. Novellákat ír, elbeszélő költeményeket, a hagyományőrző színjátszó csoportnak vezetője volt, helyi jellegű kutatással is foglalkozik, nótaesteket és ünnepi műsorokat rendez. A Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválja adott neki bátorságot nótaszövegek írásához. Nagyon sok megzenésített verse bejutott a Víve versenyébe, melyek díjazva is lettek. A verseim voltak sok, de viszont más egy vers, egy rímes verset is nagyon át kell dolgozni, hogy magyar nóta szülessen belőle. Nekem 1996-ban az első víven az első szövegem a Debellácsi Nagyvásár, amit abban az időben Koncz Évike, ma már ugye nagy művésznő, és Rabockai Zoltán vittek sikerre, és a szövegdíjat érdemelte ki, az előadói díjat, a közönség díjat, és az első helyezést is. Önzetlen kultúrát támogató tevékenysége követendő példát ad mindannyiunk számára. Ennek elismeréseként ítélte oda 2017. júniusában az Antalfalvi Községi Képviselőtestület az aranydíjat. Hát mondjuk ezt nem is vártam, nem is gondoltam rá, nem, hogy nem vártam, nem gondoltam rá, de mivel életmű díjról van szó, hát akkor én azt mondom, hogy az élet munkásságom van benne. Ugye ezt tudják azok az egykori idősebb személyek, akikkel dolgoztam, tudja a Művelődési Otthon igazgatója, a Magyar MMK elnöke, tudják, hogy mi minden van a tarsolyomban, mi van leírva, mi az, amit csináltam, ugye a kultúra terén is. Amíg lesz egy piros rózsa, amíg lesz egy magyar nóta, felejteni parancsszóra nem lehet. Esztinén is így gondolja. Szövegeket ír, alkot, és nem feledkezik meg anyanyelvéről, szülőfalujáról. Általában ugye már én említettem más riportban is, hogy a szülőföldem és a szülőfalom patriótája vagyok, szeretem a falumat. Egy ilyen kis múlt kutatásnak is részese vagyok, mert nagyon sok minden van papírra vetve, hangszallagra véve, 20-30 évvel ezelőtti fölvételek, amik még megvannak,
és a régi öregek, akik már sajnos 10 éve nem élnek, sokat meséltek, sokat beszéltek, és akkor én mindig például a szélmalomról, hallásból ismertem a szélmalmot, és egy debeljacsai bácsika azt mondta egyszer, hogy jaj, gyerekem, annyi nóta hülyeségöket már összeírtál, de még a szélmalomról nem. Na mondom, Gyuszi bácsi, ez is meg lesz. A nótaest megszervezését a Kovacsicai Önkormányzat kultúráért felelős részlege és Satrontelvásárhelyi József Attila Művelődési Otthon támogatta.